Úristen, hát veled meg mi történt? Hát az egész úgy kezdődött, hogy mentem a folyosón, nyomkodtam a telefonomat, aztán neki mentem az iskola pankrátorának, aki kérdezte. Baj van, öcskös! Aztán kapásból lekevert nekem egy pofont, de ez nem volt elég, az osztályból a legrosszabb gyerek kilőtte csúzlival a villanykörtét. De a tanár azt hitte, én voltam, ezért hosszasan ordibált velem. Ideje, hogy tanulj egy kis tisztességet, mondta. És utána, amikor kicseréltem a körtét, a hülye osztálytársam még le is lökött a létráról. Utána mentem volna hazafelé, de nagyon esett, és ezért vizes volt a lépcső. Rögtön elcsúsztam. Valószínűleg akkor törtem el a karom. Aztán anyukám kérte, hogy csináljak egy teát a kisugomnak, de a béna kezemmel nem is volt olyan könnyű. Úgyhogy leforráztam magamat teljesen. Na, akkor már muszáj volt rohanni a kórházba. Jó, de hogy mégis jó kedved van? Ja, hát hogy amíg vártuk a mentőt, találtam egy lottószelvényt az utcán, és nem fogod elhinni, de nyertem.